Váltogathatom a nyelveket, tehát hogy fordíthatok néha mondjuk Norvégból, néha Finnből, néha Izlandiból, fordíthatok gyerekkönyveket, fordíthatok színdarabot, fordíthatok felnőtteknek szólót, szép irodalmat, vagy ismeretterjesztőt, és igazából ez teszi számomra izgalmassá és sokszínűvé az egészet, és hogy soha nem nem az van, hogy mindig csak angol krimiket kell fordítani, abban valószínűleg belefásulnék egy idő után, így viszont nagyon változatos, és a változatosság, mint tudjuk, gyönyörködte. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a Libertin könyvesboltból. Ez a NIO Könyvklub Extra végre egy új epizóddal jelentkezünk, mert hogy itt van a kezemben a Nincs időm olvasni kihívás e-havi közös könyve Lindströmsborg Soha, Soha, Soha című műve, ami egy fantasztikus regény, azért is merem ennyire határozottan ezt mondani, mert hogy a Libertin könyvkiadó adta ki, és nyilvánvalóan olyan könyveket adunk ki, amelyek szerintünk fantasztikusak, úgyhogy tényleg ez egy olyan mű, amit mindenkinek érdemes lenne elolvasnia. Nem csak a minősége, hanem a tartalma miatt is a tudatos gyerektelenségről szól. A főszereplőnk egy olyan nő, aki eldönti, hogy nem akar gyereket még akkor sem, ha találkozik élete nagy szerelmével Filippel. Na de hogy meggondolja a végén magát, azt nem árulom el, hanem el kell olvasnotok hozzá a könyvet. Azért mondtam, hogy a minősége nagyon jó, mert hogy törekszünk mindig arra, hogy a lehető legmagasabb minőségben adjunk ki könyveket, nem csak mint könyvtárgy, gondolok itt erre, hogy nagyon-nagyon sokszor komolyan gondolkodunk azon, hogy milyen betűtípus, milyen méret, milyen borító, milyen legyen a fülszöveg, milyen legyen a, akár a fóliázás a könyvön. Szerintem ehhez a könyv ha majd elolvassátok, abszolút azt fogjátok mondani, hogy tökéletes mindez a forma, mindez a borító, és hát magas minőséghez hozzá kapcsolódik egy nagyon jó fordítás, így hát vendégem Patad Bence, aki a fordítója ennek a kötetnek, sőt, hát nem is csak fordítója, hanem elárulhatjuk azt a kulisszatitkot, hogy gyakorlatilag te kerestél meg annak idején ezzel az ötlettel, hogy ezt a könyvet ki lehetne adni, bár a kapcsolatunk nem innen indul, hanem jóval korábbról, Ezeket is majd mindjárt felelevenítjük. Uh, annak idején a Pék Zolival volt egy beszélgetésem, ugyanígy tültünk szerintem, maximum fordított helyzetben, és nagyon régóta vártam már, hogy újra legyen egy fordítóval beszélgetés, mert tudom, hogy nagyon sok olvasó nagyon szereti, hogyha a fordítás kulisszájé mögé kicsit betekintünk, nagyon sok olvasó ember szerintem könyvesboltot nyitna, írna, kiadóban dolgozna, vagy esetleg mondjuk fordító lenne, hogyha lehetne. És ehhez szerintem mindig jól jön néhány tanács egy olyan tárfordítótól, például, mint amilyen te vagy. Szóval, szia! Szia, köszönöm, hogy jöhettem. Kezdjük ezzel a kötettel, és aztán szépen visszanyúlunk a te szakmád, meg pályafutásod kezdetéhez és fontosabb munkáidhoz. Tehát annak idején már beszéltünk egy jó ideje, mondtad is, hogy segítenél nekem, mert szimpatikusan milyen munkát végzünk itt a magyar könyvpiacon, nagyon szépen köszönöm, ezt muszáj volt elmondanom, szóval, hogy segítesz nekem egy-egy olyan könyv ötletben, hiszen te azért nagyon rálátsz a skandináv irodalomra, hogy mik jelennek meg külföldön, és megkerestél ezzel az ötlettel. Mi volt akkor? Mit kell tudni Lindströmsborgról? Milyen visszhangja volt Norvégiában ennek a könyvnek? Lindströmsborg egy fiatal Friss hangja a norvég irodalomnak, aki nagyon népszerű Norvégiában is. Igazából pár évvel ezelőtt futott be, tehát előtte nem volt nagyon ismert, viszont most így egy csapásra nagyon ismerté vált Norvégiában is, és aztán most már külföldön is egyre inkább. Kezdik uh, ismerni és, és fordítani. Most nem is tudom egész pontosan, tehát négy vagy öt nyelvre már biztosan lefordították ezt a könyvet, és a következő könyvét, az pedig például Lengyelországban szinte egy időben a norvég kiadással uh, jelentették meg. Tehát ott, ott még inkább felfutóban van az ő karrierje. Uh, népszerű és, és uh, olyan hangot üt megtalálna, ami nem annyira általános, még akár Norvégiában sem feltétlenül. Itt Közép-Európában pedig talán még, még inkább azt mondhatjuk, hogy, hogy egy ritkább, különlegesebb stílust, vagy, vagy témát, vagy hangvételt képvisel. Azért ez a téma, ez a, ez a gyerekvállalás és a vagy annak az elmaradása és ennek az őszinte felvállalása, és az ezzel kapcsolatos gondolatainak a, a tényleg ilyen egyenes kimondása, ez ez szerintem elég különleges itt a mai magyar könyvpiacon és a mai magyarul, könyv, magyarul elérhető könyvek között és legalábbis így az első visszajelzések alapján, amiket olvastam, vagy, vagy akár személyesen, akik megkerestek, úgy érzem, hogy, hogy nagyon sokaknál beletalált valamibe, ami, ami egy, egy, fontos téma, és, és nem csak azokat szólította meg a jelek szerint, akik maguk is hasonló cipőben járnak olyan értelemben, hogy nem szeretnének gyereket, hanem, hanem nagyon is érdekli azokat is, akik szeretnének gyereket, vagy akiknek, vagy akiknek már van gyerekük, egyszerűen csak nyitottak a világra, és szeretnék megérteni, hogy mások mit gondolnak erről, vagy másoknak miért ez a véleményük, vagy miért ez a hozzáállásuk ehhez a témához. Úgyhogy szerintem nagyon izgalmas és, és érdekes téma ez, úgyhogy hogy szerintem érdemes volt ezt ajánlanom a többi között. És még egy gondolat, ami közben jutott eszembe erről, hogy mennyire fontos akár a norvég olvasóknak, illetve a norvég könyvgyártóknak a, ez a könyv. Azt is mutatja, hogy, hogy, van a Nurla nevezetű, tulajdonképpen norvég irodalom külföldi népszerűsítéséért és és elismertetésért dolgozó szervezet. Ők beválogatták ezt két évvel ezelőtt, a, amikor megjelent a könyv, a, a leginkább fordításra ajánlott könyvek közé. Úgyhogy úgy látszik, hogy ők is meglátták benne ezt a potenciált és lehetőséget, hogy, hogy külföldre eljuttassák. Hm. Mindig azt mondom, hogy az olvasás sok minden más mellett azért fontos, mert empátiát fejleszt, és jelen szerintem azért meg itthon az elmúlt években tudatos gyerektelenségről szóló könyv, de én nem nagyon találkoztam olyannal, amire ennyire lehet rezonálni, ami ennyire megérteti azt, hogy mi szó egy nő fejében, aki úgy dönt, hogy nem akar gyereket. Itt vagy te apaként, itt vagyok én, egyelőre még nem anyaként, de akarok gyereket és mégis azt éreztem, hogy most először egy olyan hangot hallok, ami, amit én meg tudok érteni, ami, az, mint mondtam, empátiát épít, és nagyon örülök neki, hogy az első visszajelzések azok, is én is azt látom, hogy, hogy azok is elkezdik szeretni, nekik mondjuk anyák, vagy apák, vagy egyébként akarnak gyereket, de mondjuk még nincsen gyerekük. Üm, neked apaként ez a hang, ezt olvasni, vagy ezt fordítani, hát nyilván neked igazából te töltöttél a legtöbb időt ezzel a szöveggel szerintem. Milyen volt? Hát valószínű, igen. Fordítóként mondjuk számomra nem egy nagyon különleges élmény, hogy, hogy tőlem teljesen különböző embereknek a fejébe vagy szívébe kell beleérnem magamat, úgyhogy ilyen értelemben ez a hétköznapjaimhoz tartozik, ha úgy tetszik. De persze nem mindenkivel ugyanolyan. Könnyű uh, együtt érezni, vagy vagy uh, beleélni magam az ő helyzetébe, de valahogy, hogy ennél a könyvnél úgy éreztem, hogy, hogy uh, úgy van megírva, hogy, hogy, hogy könnyen tudtam azonosulni akár egy ilyen tőlem nemben, korban, gondolatvilágban uh, eléggé különböző uh, szereplővel is. Úgyhogy uh, szerintem meggyőző, amit csinál. És pont az említott erről, hogy hogy nagyon izgalmas szerintem, amit nem tudom, sokan látnak-e, de ugye itt a copyright oldalon van egy ilyen, hogy az UNICEF előzetes számításai szerint 2019. január 1-én világszerte valamivel több mint 395 ezer gyermek jön majd a világra. Ennek negyede Dél-Ázsiában születik, Norvégiában körülbelül 160 azért ez elég megdöbbentő, és elég erős indítás, úgyhogy javaslom figyelni ezt a részt is, hogy mm. innen indul a könyv. Ilyenkor egyébként a fordító hozzáolvas a témához? Utána megy egy kicsikét? Vagy te ebben az esetben mondjuk kicsit utána néztél akár ennek a tudatos gyerektelenség témának? Hogy mi a helyzet most? Hát különösebben nem, tehát amikor utána olvasok valaminek, akkor leginkább az, az mondjuk ilyen terminológiai kérdés, vagy nyelvhasználati, hogyha olyasmi van abban az adott könyvben, ami valamiért különleges. Ebben így szaknyelv nem nagyon volt, meg, meg nem a nyelvezete is teljesen mindenki számára fogyasztható, emészthető, tehát nem jelentett olyan különösebb kihívást a nyelvezetének az átültetése magyarra, tehát így nem kellett ezzel különösebben foglalkoznom. Nyilván vannak más könyvek, amik meg sokkal több munkát igényelnek ilyen szempontból. Miszont a szerkezetéről beszélhetünk egy kicsit, azt szerintem egészen izgalmas, ahogy néha egy-egy sor, egy-egy fejezet kvázi, tehát hogy azért nyilván speciális módon osztja be a fejezeteket, vagy szerkeszti. Erről egy picit még tudsz nekünk mesélni? Érdekes például az, ahogy vannak ilyen közbeszúrt fejezetkék, vagy, vagy akár hogy mondjam, életképek, nem is tudom, minek nevezem ezeket, amikor uh, különböző, a történethez nem kapcsolódó szereplőknek a kis uh, mikrotörténetei vannak elhelyezve, beillesztve a történetbe. De önmagában az is, hogy viszonylag rövid darabokból áll a könyv, uh, az, is, az is izgalmassá teszi, akár egy, egy fejezet, vagy egy, igen, egy rész az állhat, egy egész rövidke, szövegből is, de hogy ez nem csökkenti ezeknek a, a hatásosságát, sőt éppen ellenkezőleg. Meg az is izgalmas, hogy ugye a különböző szereplők, akik ezt a főszereplőt körülveszik, az ő attitűdjük úgy váltakozva jelenik meg, vagy az ő viszonyuk a főszereplőhöz úgy váltakozva jelenik meg, és akkor ettől, ettől szerintem olyan életszerűbbé is válik, mint ahogy az ember éli a hétköznapját, és akkor egyszer találkozik az anyukájával, egyszer találkozik a barátnőjével, meg a nem tudom kicsodával, és akkor így kicsit nekem olyan néha, mint hogyha egy filmet néznék. Mm. Minket -hmm. nagyon filmszerű. Most éppen azt mondtad, hogy a munkád része, hogy beleéled magad egy olyan szereplőbe, aki valójában távol áll akár tőled. Mi volt eddig a legmegdöbbentőbb a menkám fordítás? Vagy mi volt az, ami a legnehezebb ugye a Knőzgornak a hatodik a lezáráshoz, az utolsóhoz kellett fordítanod a menkámból jó pár oldal. Hát igen, az nem is volt egy különösebb élmény, vagy hogy mondjam, bizonyos értelemben élmény volt, de, de tehát itt arról van szó hogy egyébként, hogyha valaki esetleg nem tudja, hogy a, a Knözgard harcom című uh, regény folyamának a hatodik kötetében, ami önmagában ilyen több mint 1100 oldal, a közepén van egy 400 oldalas eszé, és abban eléggé sűrűn idézget a mindkampf című írományból, nem nevezem könyvnek sem, meg semminek, és uh, Hát mivel a régi fordítás, ami még így a 30-as években készült, az nem teljes, meg nem egészen pontos, ezért kénytem voltam én egy német kritikai kiadás alapján bizonyos részeket fordítani, és olyan valahogy olyan rossz érzésem volt az egésszel kapcsolatban, hogy, hogy egy ilyen, nem is tudom, személy. <laughs> Írásaiból kell kicsit szemezgetnem. Jó, persze, tehát nem arról van szó, hogy népszerűsítjük ezt a, ezt az ő szövegét, de hogy mégis olyan furcsa. Nyilván ez, ez így azok közé tartozik, ami nem kimondottan a, a szívemhez legközelebb álló ö, szöveg volt, de hát ö, nem tudom, igazából minden, mindent izgalmasnak találok. Tehát, hogyha egy hat éves kisfiú szemszögéből kell nézni a világot, akkor az is vicces, meg érdekes. Meg ha egy uh, 90 éves néninek a szemszögéből, az is, uh, az is uh, izgalmas tud lenni, és, és nyilván minden szempontból itt az empátiáról és a, a beleérző képességről uh, van szó, akármilyen uh, műfordításról beszélünk, mert, mert erről szól tulajdonképpen ez a, ez a tevékenység. Hogy a fordító, ugye tíz nyelven beszélsz, tíz nyelven tudsz, hát, ebből hány nyelven fordítasz? Hát elvileg ezekből a nyelvekből mint fordítottam, vagy fordítok, műfordítást az csak az északi nyelvekből csinálok. Korábban Sokat dolgoztam, mondjuk szakfordítóként, és ott használtam ezeket az úgymond nagyobb európai nyelveket is, de de mivel ugye én skandinavisztika és finszakra jártam az egyetemen, és úgy érzem, hogy ez a világ áll hozzám a legközelebb, illetve ezeket a nyelveket tudom a legjobban, ezért e, a műfordítást csak ezekből a nyelvekből szoktam e, csinálni. E, nyilván soha nem lehet azt mondani, hogy minden nyelven ugyanolyan jól tudok, mert biztos, hogy nem van, amiben nagyobb rutinom van, vagy, vagy, többet fordítottam, van, vagy egyszerűen valamiért jobban megy. De, de valahogy mindig is ez az északi régió, ez az, amelyik így a szívemhez a legközelebb állt. Hogyan kezdődött? Ha jól tudom, valamilyen gyerekkori Finnországi kórus utazással, vagy valami hát, kirándulással? Igen, tehát az. Mikor az... derült ki, hogy a tehetséged van a nyelvekhez? Meg gondolom, kell ehhez egy nagy nyelv hát, A nyelvérzék valamennyire kiderült itt gyerekkoromban is, amikor így a családommal utazgattunk ide-oda, már amennyire mondjuk a 80-as évekbe lehetett utazni, de úgy viszonylag ahhoz képest viszonylag sokat utaztunk. És akkor úgy mindenütt érdekeltek, hogy nem tudom, a feliratok, meg mindenütt próbáltam úgy kommunikálni a magam e, kezdetleges módján a helyi emberekkel, és akkor, e, tehát ez tetszett meg, meg a, a szüleim például kevéssé beszéltek nyelveket, és rám hárult a feladat, hogy akkor nem tudom, segítsek venni, nem tudom, három zsömlét, most mondtam valami ökörséget, de körülbelül ilyenekről volt szó, és akkor, e, tehát, hogy élveztem ezt a fajta ilyen, ha úgy tetszik, tolmács, vagy egy közvetítő szerepet, és aztán szerintem ez valahogy így, így bennem maradt, illetve mindig is nagyon szerettem az ilyen, ilyen nyelvi játékokat, nyelvi érdekességeket, nyelvi poénokat, és valószínű, hogy amiket akkor gyerekkoromban olvastam, azokból sok ilyen lehetett, meg emlékszem is konkrétan egy-két könyvre, amik, amik, tehát nem szép irodalmi művekre, hanem, hanem ilyen könyvekre, amik ilyen nyelvi játékokról szóltak. Például volt egy könyv, most nem emlékszem, Lukácsi valaki írta, az volt a címe, hogy Elmés játékok, játékos elmék, és ez egy ilyen, nem tudom, 300 oldalas könyv lehetett körülbelül, és csupa ilyen nyelvi játék volt benne, ami, ami kifejezetten nagyon izgatta a fantáziámat, és, és nagyon tetszett. Úgyhogy igazából, ha, ha megnézzük, hogy a műfordítók mondjuk honnan indultak, vagy milyen irányból közeledtek az irodalomhoz, van, ki az irodalom felől jön, én inkább a nyelvek felől érkeztem ebbe a, erre a területre. Ö, Hát igen, a skandináv szál az pedig, hát valóban, valamennyire talán ahhoz a finnországi, első finnországi utazásomhoz köthető, ami 14-15 éves koromban volt, amikor a gimnáziumunk korusával Finnországba jártam, de hát nem tudtam egy szót se finnül, meg semmi különösebb kötődésem nem volt a régióhoz, vagy ahhoz a területhez, de így nagyon izgalmas volt a, a hely, egy egészen más jellegű világ nyílt meg ott nekem, meg a, a természet, az, az teljesen lenyűgözött, és és az biztos, hogy valamilyen nagyon alapvetően mély benyomást gyakorolt rám, de de tehát akkor még nem sejtettem, hogy, hogy ide sodor az élet, ha úgy tetszik, és Hát aztán egy kicsit úgy magánszorgalommal elkezdtem finnül tanulgatni, de ez tényleg inkább tanulgatás volt. És aztán az egyetemre jelentkeztem a skandinavisztika szakra és utána a finn szakot is felvettem, és így így kerültem ebbe a, ebbe az északi világba mikor jött az, hogy fordító leszel, miért volt ez akkor a vágy, meg ugye te nagyon sokáig szakfordításból éltél, ugye Luxemburgban is élsz, az Európai Parlamentben dolgoztál nagyon sokáig, és mikor jön az a pont, amikor úgy döntesz, hogy akkor, a, hát ha jól értem, a szerelem hivatásodnak élsz, hogy műfordításból élsz. Ja, hát igazából ez már így a 2000-es évek elején elkezdődött ez a műfordítás, de ez, az tényleg csak ilyen kedvtelés jelleggel, tehát volt valami, ami megtetszett, és úgy éreztem, hogy ezt muszáj valahogy eljutatni a magyar olvasókhoz, vagy közönséghez, például az első az egy színdarab volt, és, és aztán így kezdődött ez az egész műfordítási tevékenység, és aztán fokott, ez végülis megmaradt mind a mai napig, <laughs> ahogy látszik is, de hogy, tehát, hogy folyamatos volt, nem arról van szó, hogy akkor hirtelen be az életembe a műfordításom, hogy szép lassan, inkább azt mondanám, hogy szép lassan erősödött ez a vonal, és miközben fordítottam a, az Európai Parlamentnek a különböző dokumentumait, közben az igazi élvezetet akkor is már azt jelentette, hogy, hogy, ilyen számomra érdekesebb szövegeket is fordíthatok, és aztán ez a, ez a műfordítói vonal, ez annyira megerősödött, hogy, hogy én is sokkal nagyobb örömömet és, és elégedettségemet leltem ezekben a fajta szövegekben, és egy idő után igazából döntenem kellett, hogy hogy a... Azt az egy lovat, azt melyik fenek, mert fenékkel üröm meg ugye egy feneken van, tehát hogy kénytelen voltam valamelyik mellett dönteni, és igazából nem nagyon volt kérdés, hogy melyik, a, melyik az igazi, ami a legkedvesebb nekem, úgyhogy így, így lettem, így gyakorlatilag főállású műfordító lehet, hogy nagyon laikus a kérdés, de főleg azért, mert hogy Norvég, valami Norvégot kell ebben a hónapban olvasni a Niokban. Viszont beszélgessünk ugye a skandináv irodalomról. A laikus kérdés az inkább az, hogy milyen egyáltalán a skandináv nyelv, meg a skandináv irodalom. Szerintem azért a krimikkel, nezbővel jött be nagyon erősen, de azért mi most nyilván a szépirodalomról beszélünk leginkább. Akár nyelvileg, akár tartalmilag, akár nem tudom millió Milyen a irodalom, És azon belül is le lehet-e bontani, a Norvég milyen? Hát talán egy picit így érdemes a, a skandináv nyelvekről így nagyon dióhéjban e, beszélni. Leginkább Öt nyelvet szoktunk skandinávnak tekinteni, ez a norvég-svéd-dán, illetve az izlandi és a ferőeri. Az első három, tehát a norvég-svéd-dán, ezek elég közel állnak egymáshoz nyelvileg. Azt is mondhatnánk igazából, hogyha nem különböző országokról beszélnénk, hogy ezek tulajdonképpen egy nyelvnek a dialektusai, legalábbis. Például, hogyha most megnéznénk, hogy Norvégiában hányféle nyelvet vagy nyelvjárás beszélnek, azok között néha sokkal nagyobb különbség van, mondjuk, mint egy svéd meg egy norvég között. Mindenképpen így nyelvileg nagyon izgalmas és sokszínű ez a régió, mert vannak persze irodalmi nyelvek, és vannak azok a nyelvek, amik, vagy a nyelvváltozatok, vagy dialektusok, amiket az egyes emberek beszélnek. Tehát például Norvégiában mindenki olyan nyelven beszél, amilyet az ő szüleitől megtanult, vagy azon a helyen, ahol fölnőtt, ott megtanult, és ez nagyon-nagyon különböző tud lenni, ami nagyon izgalmas, és ami még izgalmasabbá teszi az egészet, az az, hogy, hogy emellett, hogy mindenkinek van egy beszélt nyelvváltozata, van két irodalmi nyelv, tehát két írott nyelv, az egyik egy a Dánhoz viszonylag hasonló, az a neve, hogy Bukmol, tehát egy, egy könyvnyelv tulajdonképpen, a másik pedig a Nynosk, ami pedig az Új Norvég, azt így a 19. században így a nemzeti felbuzdulás, meg a nemzeti romantika időszakában egy, egy ember, egy Ivar Rossz nevű ember állította össze különböző norvég nyelvjárásokból, és ebből létrehoztak egy nyelvet, és ma ez a helyzet, ez teljesen egyedülálló szerintem a világon, hogy van egy ország, aminek két hivatalos nyelve van, két írott nyelve, és hogyha valaki ö, bemegy mondjuk egy hivatalba, akkor ugyanaz az űrlap megvan mind a két norvég nyelven, és hogyha én írok az önkormányzatnak egy levelet, hogy mit tudom, építési engedélyt kérek, akkor ha az egyik nyelven írom, akkor ők kötelesek azon a nyelven válaszolni. Szóval nagyon... És ezek nagyon eltérő ez a két Hát nem annyira eltérő, de ráadásul sem ezeken belül is léteznek ilyen, ilyen hogy mondjam, drasztikusabb, meg, meg finomabb verziók, tehát hogy a két uh, írott nyelv között is lehetnek nagyobb vagy kisebb különbség, szóval teljesen, teljesen abszurd tulajdonképpen ez az egész helyzet, de, de működik. És például a most uh, Nobel-díjat kapó Jun Fosse, aki, aki most múlt héten vagy két hete kapta meg ezt a díjat ő ezen az új norvég nyelven ír. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy kicsit ennek a nyelvnek is szól ez a díj, azt hiszem. Ami pedig az irodalmat illeti, hát azért ilyen nagyon nagy általánosításokat nem tudom, hogy tudunk-e tenni, de az, az mindenképpen talán elmondható a skandináv irodalomról, hogy, hogy, hogy nagyon emberi, és, és nagyon őszinte és, és szókimondó. Azért ezt talán sokan uh, látták már, vagy szem, uh, szembe jött velük olyan könyv, ami olyan témát feszeget, ami nem annyira általános. Tehát ők szeretnek így tabu témákkal is foglalkozni, és, és uh, akár ide sorolhatjuk valamilyen mértékben ezt a Soha-Soha-Soha címűt, tehát olyan témákat elővenni, ami nem nem annyira kényelmes, vagy nem annyira ö, tartozik így a hétköznapi beszédtémák közé, de persze a természet is, mivel ők közel élnek a természethez, az mindig nagyon fontos téma, illetve akár szereplőnek is nevezhetjük bizonyos tekintetben, mert, mert igenis az a hétköznapoknak a része, és egy és nem, nem elhanyagolható tényező, hogy éppen milyen az idő, akár Izlandon mondjuk egy ö, ö, hegyes vidéken, ahol gletszerek vannak, és gejzírek, és, és tűzhányók, és nagyon zord körülmények, tehát ott tényleg élethalál kérdése, hogy az ember fel van-e készülve az időre, akár ruhailag, akár élelemileg, vagy bármilyen más módon. Az pedig, hogy a skandináv irodalom így az elmúlt időben ennyire népszerű lett, az, az meg egyrészt annak tudható be, hogy, hogy, nagyon sok jó írójuk van, vagy hagyományosan nagyon sokan írnak, és, és egyrészt jó támogatási rendszerük van, tehát már ott az ő országukon belül is vannak különböző olyan Támogatási formák, amikkel segítik az írókat az íróvá válásban. Például van egy ilyen állami könyvbeszerzési rendszer, amelynek az értelmében egy fix mennyiséget, nem tudom, mondjuk ezer példányt megvesznek az íróktól a könyvtárak számára, és az már eleve egy nagyon nagy mennyiség, tehát hogyha mondjuk ezer példányt el lehet adni csak a könyvtáraknak, akkor igazából utána már, hogyha egy nagyon kevés példányt megvesznek az olvasók, akkor már nem rá fizetéses az egész. És ezen kívül a külföldi uh, nyelvekre való fordítást és a kiadást is sok uh, skandináv ország, tulajdonképpen minden skandináv ország támogatja valamilyen formában. Tehát ennek is nagyon fontos szerepe van, és szerintem az, még külön érdekes szerintem, hogy ők mennyire fontosnak látják így általában a kultúrát, és fölismerik azt, hogy a kultúrára fordított összeg, állami összegek, azok nem, nem a kukába kerülnek, hanem nagyon is megtérülnek. Tehát hosszú távon láttam nemrég egy Finnországban készült statisztikát, kiszámolták, hogy minden egyes euró, amit a kultúrára költenek, és ez lehet irodalom, vagy, vagy film, vagy zene, vagy akármi, az két és félszeresen eh, hoz bevételeket az államnak. Tehát végül is érdemes ezt megfontolni. Ugye Stefánc, aki pont itt járt, nem olyan régen mondta azt, hogy fordítok nélkül nincs világirodalom. Hogy hihetetlen fontos munkát végeztek, és ez az interjú is ezért fontos, és ezért szeretjük mindig hangsúlyozni, vagy szeretem hangsúlyozni és mindig kiemelni, hogy mennyire nagyon fontos a fordítóknak a munkája, hiszen aki nem beszéli mondjuk ezt a tíz nyelvet, mint te, vagy akár nem beszél olyan jól, mondjuk angolul, az egy csomó dologról lemaradna. Nagyon hálásak vagyunk a munkátokért. A mi kapcsolatunk az nagyjából ezzel kapcsolatosan indult hiszen annak idején emlékszem, hogy rám írtál, hogy megkért, hogy minél, nem tudom, a weboldalunkon is jelenjen meg a fordító, vagy valami hasonló, és pont azért volt izgalmas, hogy akkor írtál nekem, ez szerintem tavaly tavasszal volt mert hogy épp a Pék Zolival interjúztunk, és mondtam is neked, hogy de hát, de hát én pont azt próbálom népszerűsíteni, hogy ugye a fordítók jelennek mindenhol, de nyilván nem nekem szólt, amit írtál, hanem csak úgy általánosságban kérted. És akkor elkezdtünk beszélgetni. És ugye aztán jött a Maja Lunde szintén te fordítottad, ugye a Niók tagok um, szerintem lehet, hogy először itt ismerkedtek meg a te neveddel, mert hogy a, ugye a méhek történetét, meg ezt a négy részből álló sorozatot, ezt te fordítod, de itt a hónővér, amit rengetegen imádnak egyébként, és én is imádom, ezt is te fordítottad. Szóval, hogy azért ő, nyilván nem tudom ennél jobban és érdekesebben elmondani most jelen pillanatban, hogy milyen fontos munkát végeztek. Milyen a fordítók helyzete ebben az országban? Mert az egy dolog, hogy én próbálom azért sokszor elmondani, de érzek a, például a te tavalyi üzenetedből is egy olyan érzést, hogy de lehet, hogy rossz hogy talán nem biztos, hogy ez mindenkinek ennyire egyértelmű, hogy mondjuk a fordítók mennyire fontosak. Nagyon sokakban ez nem tudatosodott még, hogy, hogy amit, amely könyvet olvassák éppen, nem tudom, egy angol könyv, vagy egy orosz, vagy egy spanyol, vagy akármilyen, hogy az nem csak a szerző gyakorlatilag, nem is tudom már, ki mondta egyszer, hogy az ő fordításaiban egyetlen szó sem az ő műve, tehát ez valóban így vagy ahhoz, hogy egy könyv eljusson egy külföldi olvasóhoz, egy idegen nyelven, ahhoz az kell, hogy valaki azt végig, azon végig rágja magát, és, és, lefordítsa egy másik nyelvre. Tehát a műfordító tulajdonképpen valamiféle társ alkotóvá válik ebben a, ebben a folyamatban, és hogy ez nem mindenkiben tudatosul és nem mindenki számára teljesen világos, és éppen ezért ez nem csak egy magyar jelenség, hanem világjelenség, vagy legalábbis ebben a kelet-közép-európai régióban e, nagyon sok hasonló cipőben járó e, műfordító vagy műfordítói szervezet azt, azt szeretné, hogy a műfordítókat ismerjék el jobban, és hogy e, Például a műfordítók neve jelenjen meg, ha lehet a borítón, de legalábbis a belső fülön, vagy a belső borítón címlapon a nevüket említsék meg, amikor mondjuk kritikákat írnak a könyvről, vagy, vagy népszerűsítő ilyen kiadványokat jelentetnek meg, vagy prospektusokat, vagy akármiket. Tehát, hogy a műfordító neve az legyen, ha nem is ugyanakkor a nagy betűvel, vagy ugyanolyan nagy mértékben, mint a szerzői, de hogy legyen mindig látható, mert hogy igenis fontos, nagyon fontos szerepe van a műfordítóknak, a, ennek, ezeknek a műveknek a létrejöttében. És hát van ebben valami javuló tendencia, egyre több magyar kiadó is egyébként már alkalmazza ezt a, ezt a Módszert, hogy a, akár a külső borítón megjelenteti a fordító nevét, vagy valamilyen módon kiemelten a könyvben feltünteti, nem csak ilyen mini betűvel eldugva valamelyik a kolofonban vagy ilyen pici oldalon. Úgyhogy van ebben némi fejlődés, de például a Magyar Műfordítók Egyesülete is egyfajta ilyen kampányt folytat azért, hogy, hogy a műfordítók láthatóvá, vagy láthatóbbá váljanak az eddigieknél, és szerintem egyre inkább van rá fogadókészség a, a kiadók részéről, és nagyon örülök neki, hogy, hogy a, az olvasók részéről is egyre többet látom azt, hogy, hogy igenis figyelnek arra, hogy kifordította, megnézik, akár akár Elképzelhetőnek tartom, hogy valaki azért választ egy könyvet, mert valamelyik bizonyos fordító fordította, tudja, hogy a XY nagyon jó munkát szokott végezni, és akkor mondjuk van egy nem tudom, ugandai író, akinek a művét kiadják Magyarországon, és senki nem hallott még az ugandai íróról, de a fordítót ismeri, és akkor az alapján választja ki, hogy igen, akkor ezt megveszem, mert tudom, hogy ő minőségi dolgokat ad ki a kezéből rossz érzés, amikor mondjuk nincs ott akár a borítón a neved, vagy nincs ott akár kiemelve? Hát nem arról van szó, hogy rossz érzés, ez egyszerűen szerintem ez, ez, természetes kellene, hogy legyen, hogy mondjuk egy internetes oldalon idézet, ott van egy hosszú idézet a szövegben, és oda írják, hogy írta John Kármár Stefánsson, de hát John Kármár Stefánsson nem tud magyarul, tehát azt nem ő írta. Persze, nyilván az ő szövege, de hogy akkor tessék odaírni, hogy ezt kifordította. Tehát ez, ez elvileg magától értetődő kellene, hogy legyen minden esetben, és nem. Tehát a józan és szerintem ezt diktálja, és ezen kívül jogi szempontból is föl kell tüntetni, de nyilván itt nem a, nem a jog az elsődleges, hanem az, hogy, hogy ismerjük el azt, hogy valaki ezzel dolgozott, és az az ő az ő terméke nyilván egy, egy szerző, egy fontos szerzőnek a, a, munkája, de hogy az ő munkája is benne van. Azon gondolkodom, hogy ez hol, kicsit olyan, mintha ez elcsúszott volna valahol, hogy ez, ez már lassan egyfajta szokás, is, hogy miért nem alakult ki a szokásként, hogy alapból mondjuk ráírták, meg így kezelték a fordítókat. Van ennek biztos képbe vagy azért a Magyar Műfordítók Egyesületének tagjaként, akár ennek a műfordító szakmának a hogyonnyával meg alakulásával volt valami pont, ahol ez elcsúszhatott? Vagy miért alakult ki ez a egyébként tényleg rossz szokás? Nem tudom, mert én emlékszem, hogy mondjuk hogy régen, tehát még a második világháború előtti időben, tehát emlékszem konkrétan olyan könyvekre, hogy rá volt írva, vagy fordította, nem tudom, Karinti Frigyes, lehet, hogy nem volt teljesen általános, hogy hogy minden esetben föltüntették, de mondjuk lehet, hogy a Karinti ez pont egy olyan nagy név volt, aki, aki már azért is elvitte magával azt a könyvet, vagy hogy mondjam, magával eh, el tudta adatni már az ő neve a könyvet, hogy hogy érdemes volt ráírni. Nem tudom, tehát annyira nem emlékszem pontosan erre, hogy hogy ez mikor változhatott meg, de mondjuk én azt hiszem, hogy így a 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években én nem nagyon emlékszem, hogy valaha is kiírták volna a könyv borítójára a fordító nevét. Meg ez biztos, hogy a tömegtermelése van összefüggésben, mert uh, nyilván a kiadó oldalt látom, hogy uh, ha mondjuk egy fordító, sztárfordító, vagy jelent valamit a neve, akkor azt mondom, hogy persze írjuk a borítóra, de például mivel minden, nem tudom, áll -e még a statisztika, de aktívan mondogatom egyébként, hogy minden 20. percben megjelenik egy könyv Magyarországon, amíg valaki ki nem javít, addig én ezt mondogatom. Valószínűleg a nagyon-nagyon nem hibázhatok, mert tényleg egyszer ezt egy komoly könyv hallottam, egy komoly szakembertől. Na de a lényeg, hogy az egy olyan túltermelési válságot jelent, meg egy olyan tömegtermelést jelent, ahol szinte lehetetlen, hogy csak a sztárfordítók fordítsanak könyveket. Tehát szerintem lehet, hogy valahol ezzel van összefüggésben most, hogy így józan paraszt végig gondolom, és nyilván, bocsánat, de XY neve nem jelent olyan sokat, hogy mondjuk ráírja valaki a borítóra. Hát igen, de hogy ettől függetlenül, tehát nem is csak feltétlenül a külső borítóról van szó, tehát hogyha mondjuk itt ezen az első címlapon megjelenik nagy betűvel, vagy itt az szerintem... Már egy elegáns kiemelés. Igen. igen, tehát hogy nem arról van szó, hogy, hogy ennek kell a leglátványosabb elemének lenni a, borítón, a borítónak, de hogy, tehát, hogy legyen egyértelmű mindenkinek, ne kelljen keresni azt, hogy ez most kinek a munkája. Akkor is, hogyha ez az illetőnek a legelső fordítása, mert attól még, attól még az ő műve. Így van. Megmutatom, mi ezt így oldottuk meg, hogy itt a Lin leírása mellett itt van a Bencéről egy kisebb szöveg, és ahogy mutatta is az első oldalon, is itt van a neve. Szóval a borítóra mi se írtuk rá, de sok könyvkérdőként ráírja. Például itt van a hónővérnél is, ugye itt van... Nincs ráírva a neved? Akkor tévedtem, az pincs. illusztrálóban. Itt van például, és akkor ezeket tudunk is beszélgetni kicsit, hogy ennél a könyvnél itt van. Ezt a könyvet most hoztad, mert most jelent meg a Margó apropóján. Hosszú évekkel ezelőtt jelent utoljára olyan kötet, ami skandináv gyerekversek fordítása, és a te ötleted volt, és te hoztad be ezt az országba. Miért volt ez olyan fontos? Miért fontosak ezek a skandináv versek, és miért nem jelent meg az elmúlt, nem tudom, 50 évben mondjuk ilyen kötet? 75-ben volt legutóbb, hogy, hogy, svéd gyerekversek jelentek meg szintén a Mora kiadónál, ez akkor Ami a szívedet nyomja címmel jelent meg, ez egy igazából három svéd költőnőnek a verseiből álló válogatás volt, amit a Tóthfalusi István készített, tehát ő válogatta és fordította is a verseket, és nem tudom, pár éve így ez, az a kezembe került, ez a régi kötet, és én nekem nagyon kellemes emlékek kötődnek hozzá, meg rengeteg ilyen vicces, és, és tényleg kimondottan szellemes és jópofa vers volt abban a gyűjteményben, és egyszer csak eszembe jutott, hogy, hát, hogy miért nincs ilyen mostani versekből. És aztán addig, addig. Euh, gyűjtögettem az anyagot hozzá, és, és, aztán győzködtem. Bár nem olyan, nagyon sokat nem kell győzködni a kiadó, de hogy addig-addig dolgoztam rajta, amíg végül is így három év munkája után ez megszülethetett. Tehát ebben most nem is csak svéd, hanem mindenféle skandináv gyerekves van. Svéd, Norvég, Dán, Izlandi, Ferőeri. Charles Lester illusztrálta szerintem szuper lesz, jól és szépen. És Szerintem kimondottan szórakoztató. Nem azért, mert az én válogatásom, egyszerűen a szerzőknek a, a versei annyira ö, viccesek és jópofák, és persze vannak nagyon komolyak is, de, de szerintem nagyon sok mindenben hasonlít arra a régi ö, gyűjteményre, hogyha valaki emlékszik arra, akkor akkor nagyon tudom ajánlani neki ezt is. Na jó, nagyon tetszik. Most beleolvastam párba, vannak benne ilyen nagyon rövidek is, és azt így el tudtam gyorsan olvasni, és nagyon ja. tetszik. Meg tényleg nagyon szép az illusztráció, és ötletes a tördelés is, hogy van, amikor két vers van egy oldalon, nagyon szépen van megvan oldva a tipográfia is. De egyébként ja. itt van még egy könyv, hoztál még egyet mutatóban, Múr és az Esti Erdő. Na erről mit kell tudni? Ez egy finn szerző szerzőpárosnak a műveletve a, az író, illetve a az illusztrátor alkotta meg közösen. Először nekem, amikor megláttam csak a borítóját, azt mondtam, hogy Úristen, de gyönyörű, és kinyitottam, és aztán még inkább elájultam, hogy ja Isten, nem de gyönyörű. És amikor el is olvastam, akkor pedig azt mondtam, hogy nagyon kész vagyok ettől. E, muszáj ezt valahogy a magyar olvasókhoz eljutatni, e, Igazából rövid történetek egy mackorról, illetve más erdei lényekről, akik a finn erdőben élnek, és az a nagyon-nagyon izgalmas ebben a könyvben, ami igazából minden igazi, az én számomra igazi gyerekkönyvre jellemző, hogy... hogy Egyszerű történetek, amiket el lehet olvasni egy négy éves gyereknek is, de a felnőttet ugyanúgy szórakoztatja, vagy ugyanúgy érdekes lehet a számára. Nyilván egy négy éves gyereknek egészen mást jelent, mint egy tíz évesnek, vagy egy húsz évesnek, vagy egy 80 éves nagymamának, de hogy mindenki megtalálja az a saját élettapasztalatainak megfelelő értelmezést ezekhez a történetekhez, és szerintem nagyon szép. Mm, nagyon tetszik, ezt is meg fogom nézegetni. Zárásként beszéljünk picit a fordításról, akár munkamódszerről, akár arról, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó fordító legyen, ha valaki inspirációként nézi ezt a riportot. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó fordító legyen? Ö, elsősorban magyarul kell nagyon jól tudni. Ö, persze szerencsés, hogyha valaki idegen nyelvet is tud, mert akkor fogja érteni az eredetit. Ö, igen ahhoz meg, hogy magyarul jól tudjon valaki, ahhoz meg persze hasznos, hogyha sokat olvas, félét, mindenféle stílust, meg műfajt, meg, meg, különböző korosztálynak szóló szövegeket, tehát ez szerintem ebből lehet a legtöbbet tanulni. Neked is volt olyan, hogy mondjuk nagyon sokat olvastál, és elkezdtél gyakorolni? Tehát hogyan lehet mondjuk ezt gyakorolni? Elkezdtél fordítani, és hasonlítgattad, hogy hogyan fordítottam mondjuk XY-om? Hát ilyen talán nem volt. Szerintem a fordítás is olyan talán, bár írni sosem próbáltam úgy igazából, de azt gondolom, hogy az írás is olyan lehet, hogy minél többet csinálja az ember, annál jobban belejön. De mondhatnám ezt nyilván egy kőművesre is, vagy egy pékre, vagy akárkire. Tehát, hogy minél jobban, minél többet gyakorolja, annál inkább kiismeri a, annak a tevékenységnek a csínyát, bínyát, és annál inkább fogja tudni jól csinálni. Úgyhogy alapvetően szerintem ez kell hozzá, ö, egy adag empátia sem ö, hátrány, hogyha van, mert akkor akkor az ember bele, tud ér, ér, bele tudja érezni magát annak a adott szereplőnek, illetve az összes szereplőnek a helyében, mert ugye, hogyha mondjuk van egy beszélgetés három résztvevővel, akkor mindenkinek a szemszögét valahogy ö, ö, meg kell emésztenünk fordítóként, tehát hogy Mindenkit mi képviselünk abban az adott szövegben. Tehát ez mindenképpen kell hozzá. És hát biztos kell némi szerencse, hogy éppen nem tudom, pont a jó könyveket találja meg az ember, vagy a jó könyvek találják meg a fordítót, és akkor el, el tudjon indulni. Mert mondjuk, hogy pályakezdőként lehet, hogy nem annyira egyszerű, főleg ha valakinek mondjuk csak angol e, forrásnyelve van, tehát csak angolból fordít, akkor, akkor nehéz a viszonylag nagy mennyiségű fordító között e, munkához jutni. Nekem ilyen értelemben szerencsém van, mert egy e, úgymond csak kisebb, vagy kevésbé beszélt, e, vagy használt nyelvekből dolgozom így így nincs is annyira hatalmas konkurencia, viszont nyilván nem is adnak ki mondjuk ugyanannyi finn könyvet Magyarországon, mint angolt, vagy, vagy németet, vagy franciát. Úgyhogy ilyen értelemben ez, ez egy előny. De, de most valaki azt mondja, hogy imádja az irodalmat, és szeret olvasni, és álma azt, hogy fordító legyen akkor most tanuljon meg egy olyan nyelvet, ami olvasson sokat, és tanuljon meg egy olyan nyelvet, ami mondjuk nem az angol? Milyen nyelvet tanultatnál valakivel, hogyha mondjuk ilyen biztos ilyen pályaválasztási tanácsadásra és olykor hívnak? Hát, ha nem is hívnak, de szoktak kérdezni, igen, így nyelvekkel kapcsolatban, viszonylag több nyelvet ismerek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy angolul mindenki tanuljon meg, mert az egy alapvető feltétel manapság. De hogy az, az önmagában semmi, tehát hogy az, a, az a nulla szint, és akkor onnan kell tovább lépni. És és mindenkinek azt mondom, hogy tanuljon meg valamilyen más kisebb nyelvet, de hogy ez gyakorlatilag bármi lehet. Lehet az japán, de lehet üzbék, vagy katalán, vagy baszk, vagy akármi, teljesen mindegy. És nem kell, hogy ilyen nagyon-nagyon különleges legyen, de hogy legyen egy kisebb nyelv, ami, ami nem annyira használatos, és aztán Biztos vagyok benne, hogyha valaki komolyan veszi és, és arra a nyelvre e, sok energiát áldoz, akkor az valamilyen módon e, meg fog neki térülni. Ezt előre nem lehet tudni, én se tudtam előre, amikor elkezdtem mondjuk Norvégul tanulni, hogy mire lesz jó, és mégis jó lett, és... és nagyon sok olyan embert ismerek, aki szintén tud mondjuk észtül, vagy tud arabul, vagy akármilyen más nyelven, és azt valamilyen módon aztán kamatoztatni tudja. Ez majd az élet hozza, és, és, ha valaki befekteti azt az energiát, akkor az valahol vissza fog jönni. Mi az, amit nagyon szeret zárásként néhány gondolatot szeretnék arról, hogy mi az, amit nagyon szeretsz ebben a szakmában, miért érdemes ezt csinálni, miért jó tudnak lenni? Egyrészt azért jó, mert nagyon jó szövegekkel lehet foglalkozni, tényleg igazán minőségi és, és szórakoztató és sokszínű ö, szövegekkel. Én ö, Nekem megvan az a szerencsém, hogy több nyelvből dolgozhatok, és én azt tartom különösen élvezetesnek és, és, sok örömet és boldogságot adónak, hogy, hogy, váltogathatom a nyelveket, tehát hogy fordíthatok néha mondjuk Norvégból, néha Finnből, néha Izlandiból, fordíthatok gyerekkönyveket, fordíthatok színdarabot, fordíthatok felnőtteknek szólót, szép irodalmat, vagy ismeretterjesztőt, és igazából ez teszi számomra izgalmassá és sok sokszínűvé az egészet, és hogy soha nem nem az van, hogy mindig csak angol krimiket kell fordítani, abba valószínűleg belefásulnék egy idő után, így viszont nagyon változatos, és a változatosság, mint tudjuk, gyönyörködtet. Ami pedig még egy plusz ebben a fajta tevékenységben az az, hogy, hogy én is beleszólhatok valamilyen mértékben abba, hogy mit fordítok, tehát nem is csak várom, hogy valamelyik kiadó megkeressen egy, egy megbízással, egy fordítással, hanem én is aktívan figyelem azt, hogy mi történik ezeken az északi könyvpiacokon, és én magam is ajánlok kiadóknak, például a Libertinnek könyveket, és aztán ismerve a különböző kiadók ízlését, meg érdeklődési körét, meg, meg beállítottságát, tudom mindenkinek így személyre szólóan ajánlani azokat, amiket úgy gondolok, hogy érdekelheti őket hatással vagy a magyar könyv szakmára. Igen, és ez külön öröm, így van. Nagyon szépen köszönöm, Bence, hogy itt voltál, és hogy a rengeteg programot belé be tudtad csúvasztani ezt az interjút, hiszen már mindjárt repülsz is haza Luxemburgba, de várunk legközelebb is szeretettel, hogyha erre jársz. Nektek pedig nagyon köszönjük a figyelmet, akinek esetleg most jött csak szembe először ez a könyv, annak van még néhány napja, akár az októberi kibeszélő előtt is elolvasni, tehát Lindströmsborg soha, soha Soha című könyvét nagyon érdemes. A kibeszélő kivételesen most nem vasárnap, hanem október 31-én a hónap utolsó napján fél kilenckor lesz a NIOK Facebook csoportban. Gyertek és beszélgessünk róla, jó alaposan, hogy kinek hogy tetszett ez a könyv, meg hogy egyáltalán ez a téma. Ez volt a NIOK Könyvklub Extra, legközelebb egy hónap múlva találkozunk ismét innen a Libertin könyvesboltból. Köszönjük, hogy velünk olvastok és velünk töltöttétek ezt a közel egy órát. Sziasztok! Sziasztok!